Évelején járunk, ilyenkor általában mindenki valamilyen módon visszatekint az elmúlt esztendőre, mit, hogyan sikerült megvalósítani, milyen eredményeket ért el, mi volt az, amit talán kevésbé sikerült, hogyan telt egyáltalán a 2015-ös esztendőt. Szeretettel köszöntöm stúdiókban Mónus Józsefet, többszörös IASZ világrekorderünket, világbajnokunkat, aki azt gondolom, hogy az elmúlt évben igencsak szépen teljesített, de hogy egészen pontosan mit is takart a 2015-ös esztendő, arról fogunk most egy kicsit beszélgetni, bár többször beszéltünk mi már egy-egy nagy világverseny okán, de azért így visszatekintve a 2015-ös esztendőre azt hiszem, hogy több mindenről szót tudunk ejteni. Kezdjük talán a legelején, hogyan is indult a 2015-ös, mondjuk úgy, hogy évadod. Szép napot kívánok, köszöntök mindenkit. Hogyan indult 2015? Igen, vissza olyan kell régen nézni. Volt már, tavasszal még hűvös idő volt, annyi. Talán Lengyelország, jól emlékszem? Lengyelországban kezdtem, igen, Borzeviszkóba. Ott volt egy versenysorozat, vagy verseny, ami most már sorozattá vált gyakorlatilag, a Lengyel Nemzeti Bajnokság volt, és ott két kategóriában indultam. Azt tudom, hogy picit hideg volt, nagyon fújt a szél. A nyílveszőket nem úgy tudtam kilőni, ahogy szerettem volna, de végig is ott is sikerült. Talán majdnem a legnagyobbat. Tehát a legnagyobbat lőttem egy versenyen, de mondjuk egy korábbi nagy lövésemet majdnem meg is tudtam közelíteni vele. Majdnem, azt mondom, ahhoz képest, hogy rossz volt az idő. Havas eső volt, fújt szembe a szél, Igen, hát ez még nagyon korai időszak volt, de ha jól emlékszem, ott volt egy majdnem, hogy ellenfél, vagy nem is tudom, tehát aki azért közel volt igen, hozzád. Igen. Hát, de nem igen. Tudta megismételni utána a lövésemet. Tehát igen, de tehát úgy volt, hogy a versenyen 6 nyílveszőt lehetett kilőni. Valaki választhatott két kategóriát, az azt jelenti, hogy összesen ott 6 kilőt nyílveszője, 3-at az egyikbe választott, 3-at egy másikban. Én 2-ben indultam, tehát az ellenfelem azt pedig csak egy belőtt, és végülis ő azt a 6 nyílveszőt kilőhette abba a kategóriába, és nem ismertem, szépet lőtt, az biztos, 413 métert lőtt, azt hiszem. Örültem neki, hogy így visszagondolva, hogy nagyon nyugodt tudtam maradni. Tehát szerintem a sikernek a titka abban az esetben ott pont ez a nyugodtság volt, hogy nem éreztem azt a dolgot, hogy nagyobbat tud nálam lőni. A első lövése 413, utána 400 alatt tudott csak lőni gyakorlatilag. Tehát akkor ez azt jelenti egyébként, beszélgettünk mi már erről, hogy igazából egyszer talán sikerülhet véletlenül, de ahhoz azért egy folyamatos, nagyon erős munka kell, hogy meg tudja ismételni, hiszen itt vagy te, aki tudott folyamatosan hozni a formádat. Most azt azért tudni kell, hogy ez a lövő a Lengyelországban minden verseny megnyert. Tehát ezt az embert nem tudta megvenni senki. Én nem harcoltam sosem még ellene, de ő Lengyelországban az első, tehát elképesztő lövő. Tehát fejet kell hajtani neki, tényleg nagy lövő volt, úgyhogy akkor ez ennyi. No, akkor persze, lépjünk tovább, Megyel, azt hiszem talán már nyár eleje volt. Hol volt a következő? Olaszország. De ez is egy hagyományos. Ez egy sporti jászoknak a versenye. Ez attól függ, hogy milyen időjárás van Olaszországban, mert ha visszanézek a múltra, akkor nagyon sokszor olyan idő volt, hogy nem tudták megrendezni akkor, amikor. Az biztos, hogy ha átlépem a határt Magyarországon, most a Magyaró után mondjuk 200 km vagy 300 km-re már olyan hőség van ott azon a részen Olaszországnál, hogy elképesztő. Tehát látszatra 30 fokkal melegebb van. Tehát egy ilyen környezetben ültem, az egy óriási lövők között versenyezhetek ott. Leginkább arról szól az olaszországi verseny, hogy találkozhatok ez a két nagy legendával, Luciano Cecilivel, aki 616 métert lőtt a vadászatfesz kategória Amerikába, és egy olyan Giancarlo Marchesini, egy olyan öreg bácsi, aki egy 35 fontos íjjal majdnem 400 méterről, tehát egy elképesztő legendák. Tehát ez a verseny arról szól számomra, hogy velük találkozzak, kezet foghassak, és valahol az ő legendás életük mögött talán ott lehessek egy picit. És ők is ugyanilyen tisztelettel fogadnak téged, hiszen gondolom ismernek, találkoztatok nem egyszer, nem kétszer. Tehát hogyan értékelik ők a te teljesítményedet? Tehát én azt gondolom, én úgy látom, hogy nagyon szeretnek. Megadom
a módját annak, hogy bárhol, ahol járok, akkor elmondjam, és elmondtam így. Például Olaszországban azt mondtam, hogy tudják maguk olasz emberek, hogy milyen legendás lövőik vannak itt, mert tényleg így van. És tehát azt gondolom, hogy én mindenképpen a nagylövőnek megadom a tiszteletet a maga módján. Tehát úgy, hogy ha kell, akkor kiállok országvilág elé, és akkor elmondom, hogy gondoljanak rájuk, mert egy óriási harcosok, azt gondolom. És szeretnek, tehát én azt gondolom. Meg hát azt is gondolom, hogy azért ez a IASZ, tradicionális IASZ társaság azért ez egymás jól ismerő emberekből, harcosokból, ahogy te mondod, kerekedik ki. Igen, de pont az olasz az inkább sportjellegű IASZ-at folyik ott. Tehát azt gondolom, hogy a távolvészet sok embert összekapcsol. Tehát van olyan része ezeknek az embereknek, akik elfogadják, hogy legyőzzük. Vannak olyan emberek, akik megpróbálkoznak kiforgatni dolgokat gyakorlatilag. Tehát vannak irigykedő emberek is, de a nagyon nagyok, tehát azt mondom, tehát én még nem láttam olyan nagy lövőt, aki irigykedő lett volna, nem láttam olyan legendás lövőt, aki ne úgy közelítette volna meg a dolgot, hogy gyere, harcoljunk, és nézzük meg, hogy ki a jobb. Ez a kategória, ez kategória. Én azt szoktam mondani, hogy ez a lovagiasság. Így van. Tehát, hogy elfogadom az erősebbet, aki legyőzött. Így van. És ez megtisztelő ilyen emberek között. Na most, ugye következtek a törökországi versenyek a nyár folyamán. Azért ott már volt némi kis gubanc, eltűnt nyilvesszők, egyebek. No. Igen. Az már valamit azért úgy sejtett. Érződik, hogy egy olyan ország felé, vagy olyan mentalitás felé megyünk, ahogy megyünk keletre, ahol a kőkemény harcról szól. Tehát most a jó értelembe vett harcot nézem, ha Törökországot akarom nézni, akkor nagyon sok barátom van, nagyon sok harcos van, aki le akar győzni. Én ott már azt a zászlót látom csak. Én ott már azt a török zászlót és a magyar zászlót látom. Ott már csak az országok harcát, a múlt harcát látom. És ez így ennyi idő után akkor bosszankodott, hogy eltűntek a nyilvesszőim, eltörtek kövestület előttem, rengeteg olyan pótolhatatlan kár ért, ami lehet, hogy egy év múlva lesz olyan nyilvesszőm, amivel tudok akkor átlőni. De a múlt megszépítette ezt a dolgot is. Örültem annak, örülök ma itt, hogy elmondhatom azt, hogy ott sem tudtak legyőzni. A magyar zászló az mindig lobogott a legmagasabb fokon, azt gondolom. Megtettem mindent felkészülésbe, lövésekbe, hogy valóban úgy zárjam ezt a versengést abban az országban, úgyhogy most itt jól, tehát jó emlékek. Most egy jó esik visszaemlékezni erről a nyári dolgokra. De még maradjunk egy picit a nyárnál, hiszen azért volt két olyan esemény, amelyben az egyikben tevőlegesen is részt vettél, ez pedig ez a bizonyos kyudo világbajnokság, ez a japán tradicionális ijászat. Tehát ebben a szervezésében gondolom meglehetősen kivetted a részedet, és hát ezzel kapcsolatban van egy jó hír is. Igen, tehát a jó hír, ne felejtsem el, hogy ebben az évben is, 2016-ban is itt fogják megrendezni. A tevőleges rész az annyi, hogy ami hozzám köthető ezzel, hogy itt rendezték meg, az, hogy itt rendezték meg. Tehát semmi más nem tettem, csak azt, hogy... Hát az azért éppen elég volt. Igen, tehát azt tettem csak, hogy kézzel lábbal az Olá Tamásékat és a csapatát megpróbáltam mindenképpen hagyulásra irányítani. Nekem számított az, hogy ők itt legyenek, hogy jól érezzék magukat, és mivel tudtam, hogy a világ számtalan pontjáról jönnek íjászok, tehát valahol a városunkat úgy tudjuk megmutatni nekik, hogyha ide hozzuk el. Tehát most én azt gondolom, hogy jól sikerült, tehát semmit, egy tűt nem tettem ezért tehát keresztbe, hogy máshol ne tartsák meg, csak mindenképpen kézzelábbal el akartam én, hogy ide hozzám. Hát és ezt jó, tudtam megtenni. Tehát az éppen elég volt. És volt egy másik esemény, ugye a második hajdok világtalálkozója, ahol viszont a hazai közönség láthatott téged, hiszen számtalan versenyen vagy, de itthon igazából, hát mondjuk nem verseny, vagy nem harc, de azért bemutató volt, tehát azért némileg bepillantást nyerhetünk abba, hogy körülbelül hogy nézhet ki egy-egy ilyen verseny.
Hogy érezted magad ezen a találkozón? Nagyon jól éreztem, tehát azt gondolom, hogy a közeg, ugye, tehát egy hajdúnálási emberként így visszajönni azt mondom, hogy tehát a rengeteg versengésből, a rengeteg hírből, ami mondjuk újságokban vagy médiában körülöttem van, és akkor egyszer csak megjelenni ott, és tényleg megmutatni és lőni, tehát azt a közelséget, azt a baráti hangulatot, azt azért át kell élni, azt gondolom. Tehát nagyon jó dolog volt nekem most itt lenni. Rengeteg ember volt, megmutathattunk, barátaim voltak itt velem, segítségemre voltak, akik lőttek velem, és megmutathattuk ezt az íjászatnak a világát. Szerintem nekem úgy tűnt, hogy ez volt talán a lenyűgöző határán volt, ez a lenyűgözés határán volt ez a, amikor megmutathatjuk mondjuk több száz méterről, mondjuk, hogy lehet előni egy kicsi célfelületet, vagy közelről, tehát ez nagyon jó volt. Jó volt itt hajdunás. Jó volt itthon egy picit megmutatni, igen, abból valamit, amit a nagy világversenyeken tudsz adni az ott lévő közönségnek. Készültél a nagy-nagy amerikai versenyre, de hát közben ugye nyáron történt egy kis baleset. Igen. Begyógyult már teljesen, a kezed rendben van? Igen. Tehát szerintem igen. Hát történt, de tehát mégis Amerikát nem befolyásolta. Tehát ugye a 907 méter való lövés az nem a kézsérülés miatt nem lőttem aztán ott. Ebben az évben 2006-ban most biztos, hogy fogok lőni. 2016-ban fogok erre a távolságra lőni mindenképpen, tehát ezt túl akarom lőni most már, le akarom ezt zárni. Tehát nem a késülés az egy... Hát az egy technikai dolog, de hát... Egy technikai csak... dolog volt, aki azt mondta, hogy ez azért történt, hogy legyen egy videófelvételem, hogy hogyan lőhetjük át a saját kezünket. Volt ilyen gondolatsor is. A humorosabbik oldaláról, de azért... Igen. Tehát... Nekem nagy esemény volt Amerika, hiszen tényleg a méterekkel kell versengeni, tehát ott nagyon kevés ember meri fölvenni a kesztyűt azzal, hogy a nagyvilág legendás lövésekkel, amit 1940 óta lőnek, fölvegye valaki a versenyt. Azt gondolom, hogy a legkeményebb kategóriákban, tehát úgy hívják Amerikában a király kategóriába, megmérkőzhettem. A kedves, nagy legendás lövő, ugye Luciano Cecilia, akiről beszéltem Olaszországban, ő tartott a király kategóriának, a vadászreflex kategóriának a világrekordját, 616 métert. És ebben a kategóriában 645 métert lőttem. Tehát egy 30 méter azért az kevés 30 tehát méter nem 20 volt. Centi, meg nem 30, meg igen, nem 1 méter, igen, hanem azért az, igen, egy jelentős. Igen, tehát volt ez egy óriási lövés számomra. Annál is inkább, mert a 2012-es 653 métert, amit lőttem Mongóliába, egy másik íja, másik lövésmóda. Tehát a 653, ez pedig 645, tehát 8 méteren belül azt mondom versenyen újra, megmutattam, hogy mekkorát lehet lőni, tehát amikor a józanész határán túl lehet lőni, azt szoktam mondani a hit a sors segítségével, tehát ezt megint megtehettem itt. Aztán volt Amerikában egy nagyon nevezetes lövés, ugye az Amerikában az amerikai lombó a király kategóri után a legfontosabb lövésmód. Az a hely is, a saját. Igen, tehát ez... És a nagyon nagy nevek, akik technikai módon a dombran például 1222 métert lőtt, ő ezt az íjat, ebben nagyon nagyokat lőttek, és érdekességképpen 18 éven keresztül az amerikai lombó korlátlan erejűnek az amerikai lombó lőtt távolsága, hogy 436 és 439 méter 50 között mozgott. Tehát 16-18 éven keresztül 3 méteren belül volt az összes lövő, aki lőtte ezt. És mondom, olyan név is lőtt, mint a Dombran, aki 1200 métert lőtt egy ilyen rövidebb, egy más módon. Vagy a Luciano Cecilia, aki nagyon bosszankodott, hogy fél méterrel üzték meg, 438-90-nel vezetett, és 439-50-nel, 439-40-nel vették át tőle a rekordot. Tehát most lerövidítve, vagy egyszerűsítve 440 méter alatt volt ennek az íjnak a világrekordja, és ezt lőttem 470,81 méterre. Tehát 470, ez is egy ilyen 30 méterre nagyobbat lőttem, mint a... Tehát
az utánat következőnek esetleg lehet kapaszkodni. Igen, tehát... Igen. Hogy ezt túllője. Laci a fél mindig azt szoktam, hogy miért úgy olyan óriási, mert most akkor feladott legközelebb még nagyobbat lőni, de ezt nem szabad véletlenre bízni, azt gondolom, úgyhogy sok világrekordot, 12 világrekordot tartok ott Amerikában, ami túllőttem bárkit is, és most ebben az évben például az egyik kategóriában egy korlátlan erejű, egy nagyon kemény kategória az ázsiai stílusban a saját rekordomat fogom túllőni, azt gondolom, hogy nagyságrendnek kell. Ezt most nem akarom elmondani, hogy legyen. Jó, ez a 2016-os évnek a titka lesz, és az eredménye majd. De hát említetted a fiadat itt az imént. Vele mi újság van? Most ő tanul teljes gőzzel, vagy pedig azért ő is lövöget időnként? Igen, Laci. Hát úgy van, hogy amikor jászkodott, akkor teljes gőzzel az iskola mellett, ugye négyszer volt a magyar köztársaság jó tanuló sportolója, tehát azért jó tanuló volt mindig, azt mondom, nem volt négyese, vagy nagyon ritkán volt, tehát általában mindig kitűnő volt, hogy emellett még érzésből lőtt, és elég volt az érzés a gyakorlások nélkül is, hogy a legjobb legyen a világon, hiszen mindenkit legyőzött, aki számított, ma is világrekordokat tart nyilván, vagy tart legyőzhetetlenül számon azóta is. Európa rekordja van céllövészetben, két kategóriában is, amit senki nem tudott azóta se túllőni. Ez elég volt még a tanulás mellett, hogy lőjön. Tehát most viszont olyan iskola, ugye az egyetem, ez teljesen mert kíván. Tehát most nem lő, mert ha lő, akkor úgy lőne, hogy a legjobb legyen a világon. Most úgy kell tanulnia, hogy a legjobb legyen számára az iskolában. Ez a maximalizmus, ez tőled? Vagy a családban ez teljesen... Nem tudom, vagy őtől én örököltem, nem tudom. Ez olyan érdekes egyébként, tehát én először vele beszélgettem ezek után, amikor volt ez a több győzelme, és amikor kérdeztem tőle, hogy hát mégis, hogy sikerült, tehát tanulta, gyakorol, és mondta, hogy hát nem, csak nem, úgy jön. Így született. Tehát így született. Nem, ezek tehát a gének? Nem, tudom. Ne, én azt gondolom, hogy ő is 1000 évvel ezelőtt is harcolt. Tehát ez csak a múlt. Úgy szoktam fogalmazni előadásokon, a múlt emlékképeinek újból én megélése. A mában harcolva ugyan, de a jelenben akarok, a múltban harcolva ugyan, de a jelenben akarok mindenkit legyőzni a magyar zászló becsületért, ugyanez volt Lacinál is. És akkor, ha majd befejezed, gondolom, akkor újból persze, elő fogja akkor venni. Persze, hát már most is, tehát csak ugye nem versenyez, nincs, tehát egy párat azért néha-néha lő, majd most a távlővészetet akarom, mert az, tehát elkészítem neki azt az íjat, ami azt gondolom, hogy alkalmas a világ legnagyobb lövésére bizonyos kategóriában, bizonyos szinten, és erre azért majd rá fogom tuszkolni egyszer-kétszer, azt gondolom, tehát szerintem... Van egy olyan tervet, hogy egyszer majd együtt? Mert hiszen voltatok már együtt. Hogyne, és meg is csináljuk. Tehát azt tudom, hogy... Apa, fia. Igen, hát ha van egy verseny, akkor ha felosztjuk, hogy tiéd ez az I kategória, tiéd az az I kategória, elkészítem az I-okat, elkészítem a nyilvesszőket, belövöm, és azt akarom, hogy ott álljon mellettem a győztesként. És akkor a mónusok tarolnak? Nem erről nem. Szól. Tehát ezt a nevet, azért tehát, van ebben. Nem. Nem? Tehát nem. Tehát nem nevet látok, hanem egyéniséget, mögöttes tartást. Tehát, jó, de hát azok ti vagytok. Igen. Magyarok vagytok, ott vagy. Igen, tehát nem névként, hanem egy közelálló, a lelkedhez közelálló valakit látsz és érzel. Én azt gondolom. Véredből véred. No, aztán, tehát ugye Amerika, ez egy teljesen nagyszerű dolog volt mindenféle tekintetben. Aztán utána volt a záró, mondjuk az, hogy az évadnak a záró megmérettetése, ami igen furcsára sikeredett. Igen. Dél-Koreában? Jó? Igen, Dél-Koreában. Hát hogy? Már túltettem ezen is magam. Tehát végülis az történt, hogy ugye a versenyen kiírták, versenyelőt kiírták, hogy mik a szabályok, kiírták, hogy 500 méteres pályát fognak adni, és én mindent megtettem azért, hogy a legjobb nyilvesszőket tudjam használni, és 400 méteres volt a pálya. És gyakorlatilag 400 méter után megtalálhatatlan területet tapasztaltunk a pályán, és nem volt 400 méter után pálya.
és tehát nem lehetett megtalálni nyilvánosszőket, és ez súlyos veszteség volt számomra. Úgyhogy lereagálták a koreaiak, a rendezők, de a nyilvesszém az... Azok oda lettek. Igen, azok oda lettek. Tehát végülis megkaptam a világbajnoki címet. Tudták, hogy nagyot hibáztak, de a nyilvesszémet nem tudták visszaadni. És akkor ezzel zárult mondjuk az évad. Mivel telnek most a napjaid? Gondolom, akkor most valamilyen szinten pótolgatsz, készítesz, íjakat veszek. Igen, tehát a szilveszter napján is azt tudom, hogy 3-12 után is íj volt a kezembe, és egy új íjjal, egy gyönyörű magyar íjat készítettem, egy szélüvű íjat, és azzal mentem át az új évbe, aztán az új évet reggel szintén célövésekkel kezdtem, tehát lövésekkel kezdtem. Azt gondolom, hogy ilyenkor szoktam átgondolni, hogy milyen íj lenne, ami még jobb, mint amit használtam, mint amit készítettem, és ilyenkor már ugye nem tudom, hanyadika van ma, 3-4-5, mindegy, nagyon kevés, ugye január első napjai, de mégis már úgy érzem, hogy már nagyon kevés időm van, hogy felkészüljek. Tehát már az április is annyira közel van, mert tudom, hogy mennyi munkát jelent az, hogy egy jó nyílveszőt, egy jó belőtt nyílveszőt csináljak, egy jó belőtt íjat készítsek. Tehát ez nagyon sok munka, elképesztő. Tehát... Sikerült valamennyire pótolnod az elveszett veszélyt? Még nem. Most fogom megrendelni. Kanadából szoktam megrendelni azokat az anyagokat, amiből elkészíthettem ezeket a nyíltesteket. Úgyhogy hát ez sok munka. Tehát aki nem hallotta esetleg, amikor egy év alatt készül el egy olyan nyílvessző, ami mindenkit legyőz a világon. Hiszen ez a feladat, ez a cél, hogy ne legyen olyan ember, akit ne tudjak legyőzni. Tehát ilyet meg nem ismerek, nem akarok ismerni. És akkor ilyen előjelet mellett azért változatlan cél előtted, hogy te legyél az első? Mindenképpen, tehát úgy szoktam mondani, hogy tényleg a múlt tiszteletére akarok harcolni, és ez feljogosít arra, hogy elmondjam azt, hogy nem ismerek olyan embert, akit ne tudnék legyőzni, és ezt akarom. Ezt akarom, ezt az érzést, hogyha ennek az érzésnek az a feltétele, hogy naponta ezret lőjek, vagy 500-t, akkor annyit fogok lőni. Ha 200 íjat kell elkészítenem, hogy megtaláljam azt az íjat, vagy 10 nyílveszőből kell egy nyílveszőt kiválasztom, akkor megteszem azt. Tehát hogy nyugodt legyen a lelkem azért, hogy felkészültem, megtettem mindent. És ha megvan ez a tartás bennem, vagy ez a tudat mellettem van, akkor sokkal erősebb vagyok. Tehát a hit az szerintem mindent visz. Azzal leszek erősebb a hitemben is, hogy tudom, hogy megtettem, amit ember el tud képzelni, azt meg akarom tenni ezért a célért. Józsi, hát mondjuk azt, hogy közel 10 év telt el azóta, hogy elindultál ezen az úton? Nagyjából? Igen, hát 9 évvel ezelőtt vettem fel ebben az életemben ilyet, de hangsúlyozom, 1000 évvel ezelőtt is harcoltam már. Illetve 2008, beszélgettünk is erről, 2008-tól van az a dátum, amikor már nem magamért akartam harcolni, hanem a magyar zászlóbecsületért, vagy a hajdunás zászlóbecsületért. Tehát ennyi idő alatt azt gondolom, hogy ez egy óriási teljesítmény, de te magad tudod ennek az útját, módját, hogy lelkileg, mert erről is sokat beszéltünk, nagyon sokat számít az, hogy te lelkileg, mentálisan hogyan tudsz ehhez az egészhez hozzáállni. A 2015-ös esztendőnek a vége fele úgy tudom, olvasgattam, hogy sok fele jártál, tehát amikor vége van az évadnak, akkor azért nagyon sok helyre mégy, és az is látszik a médiából, hogy ma már nem csak íjászberkekben világszerte ismernek, hanem más területeken is, tehát más emberek is felkapják a fejüket, hogyha Mónus József nevét, vagy a Farkas nevét hallják. Hiszen voltál televíziós kvízkérdés is például. Igen, tehát talán eljut az a dolog az emberekhez, hogy nem az íjászatról szól ez a dolog. Ez azt gondolom, hogy egy olyan harcról szól, amit évszázadok óta vívnak a magyar zászlóért emberek. Most, hogy ez ki pontosan, az csak egy dolog ebből a szempontból. Tehát amikor érdekes, tehát olyan embereket tömörítök mondjuk
össze, akiknek érdek nélkül emberek. Egy az érdekük, az a zászló. És ezekkel az emberekkel, tehát olyan érdek nélkül emberekkel találkozok, akiknek a legszentebb érdeke az ugyanaz az enyémmel, a magyar zászló becsületéért való harc. És azt szoktam mondani, 2008-ban, amikor elindultam ezen az úton egyedül, akkor a farkas egyedül volt, és 2008 óta milliók állnak mellettem. Nem mögöttem, mellettem. Együtt akarunk menni az úton, el akarjuk hitetni az emberekkel, elő akarjuk hitetni magunkkal és a világgal, hogy ez az ország, ez a nemzet, ez holnap is akar élni, és megteszünk mindent. És elmondjuk azt, és én el akarom mondani azt, hogy félelem nélkül úgy harcolni bárkivel a világon, hogy tudom, hogy egy jóért, tudom, hogy egy nemzetért kell harcolnom, akkor erősebbé tesz, és szerintem hittel felruház, hogy harcoljak így, meg éljek így, megpróbálom ez szerint. Tehát igen, valóban rengeteg emberrel találkoztam, azt szokták mondani, már a magyarság hírvivője vagyok a világon. Jó, hogy nem az íjászatot látják benne. Az, hogy most én talán a magyar történelmi múltnak a legnemesebb eszközével jutottam el ide, hogy a magyar íjjal, hogy megmutathassam a mongoloknak, törököknek, kínaiaknak, koreaiaknak, vagy bárkinek a világon, hogy gyertek, harcoljatok ellen, és próbáljátok legyőzni, és ez a mondat, ez mindent visz számomra, azt gondolom. Úgyhogy valóban rengeteg emberrel megmérkőztem, de azt gondolom, még mindig kevéssel, ha egy nemzetet nézek, amiért harcoltak régen a nemzetünk nagy harcosai, akkor még rengeteg embert le kell győznöm, hogy mély nyomot, egy gyorsabbá tegyem azt, hogy magyarok akarunk lenni, és büszkék vagyunk a magyar zászlóra. Mi magyarnak születtünk, vagy mi hajdonállásnak születtünk, és ezt hírül akarjuk vinni a világnak. Büszkén, szabadon, mint ahogy a sas száll az égen. Ez mondjuk nagyon szép zászló lenne, azonban én még szeretnék egy dologra rákérdezni, mert mindamellett, hogy kitűnő eredmény, kiváló eredményeket lőttél 2015-ben, azért elismerésekben is részesültél, mégpedig nem is kevésben, tehát itt az év vége fele voltak elismerések a megyei közgyűlés részéről, a Geszteréd aranyszabjátársaság, megkaptál egy művészeti díjat, és ezt nem is tudom, hogy... Nem művészeti díj, ez csak tudom, egy összefoglaló név. Tehát ezen a díj átadón, az Ex Libris díj átadón például ugyan olyan emberek voltak, mint Nagy László, az úszószövetségnek az elnöke, Rafai Ernő. Ó, a történész. Igen, tehát rengeteg ilyen, vagy a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, Laci barátom, tehát rengeteg ilyen ember volt, hát egy pár ember volt itt, tehát ilyen emberek mellett azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hogy tényleg egy egyszerű mód, egy versengés, egy harc, hova viheti az embereket. Vagy például megyei közgyűlés, ahol... Igen, ezt a megyei sportdíjat, a Kovács Pál díjat kaptad. Igen, 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 a megyei közgyűlés, igen, és az is egy óriási dolog volt számomra, mert utána felkértek, hogy beszéljek. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy most jó, elmondták, hogy mit nyertem, vagy mit értem el, de másodlagos volt, hanem úgy gondolták a rendezők, hogy szólítsa meg az embereket, és amikor azok a polgármesterek, ugye hát a megyei közgyűlésnek, a megyében lévő városoknak a polgármesterei pedig alapvetően ott volt, stb. És akkor a beszéd után jöttek, és kezet akartak fogni, és azt mondták, hogy nagyon átjött az a mondani való, amit el szerettem volna mondani, hogy többek között elmondtam azt, hogy emelkedjünk föl a kicsinyességeken, az emberi önzőségeken, és akarjunk tényleg azért a múlt tükrében, a nemzet tükrében élni ma, és nevelni úgy a gyermekeket, vagy példát adni a jövőnek. És ezt megértették, és itt most már nem volt politika. El szoktam mondani azt is, hogy én politika, intézmény nélküli, pénz, gazdasági világ nélküli világban, tehát nincs mögöttem senki, és mégis, tehát azt gondolom, hogy talán egységé tudom hozni azokba
pillanatokban, vagy rövid ideig, amíg, legalább rövid ideig, amíg hatás alatt vannak annak a zárt világnak, amit meg akarok mutatni az emberekkel. És ez egy felemelő érzés számomra. Tehát valahol valóban tényleg egy szószóló talán, vagy egy tényleg a hírvivés. A hírvivő, igen. Igen. Tehát ez egy megtisztelő volt megkapni ezek a díjakat, de megtisztelő volt elmondani a gondolatomért ennek a rengeteg, a társadalom széles rétegének ott ezeken a díjátadókon. Tehát ez emeli a rangját a díjátadónak, hogy olyan emberekkel találkozok ott, akivel nem találkoznék alapvetően. Tehát olyan közegben úgy egyben nem, és ezek a díjátadók, ezek alkalmasak erre. Tehát ez emeli a magának a díjnak a elismerését. Hát Józsi, én kívánjuk, hogy a 2016-os esztendőben is éljél meg nagyon sok ilyet, és próbáld meg még inkább, ahogy mondtad, valamilyen szinten, ha csak rövid időre, de lehet, hogy egy kicsit már talán hosszabb időre, mondjuk a település vezetőket egy nevezőre hozni, mert hogy ez nagyon fontos, és ugye ez nagyon hiányzik a mindennapjaimból. De ez a politika, aztán ezzel nem nagyon sokat tudok mit kezdeni, de talán valamit mégis lehet. Hinni kell benne, azt gondolom, aztán előre nézni, meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, és végig tekinthettük nagy léptékben a 2015-ös esztendőt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és hogy megtisztelőek voltak a hallgatóim, úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm a hitüket, a bizodalmukat bennem, és egy az érdekünk ugyanaz, a magyar zászló becsülete. Köszönöm szépen. És. Keres egy minden téren megfelelő és kielégítő műszaki szaküzletet, akkor irány a Csiszer Kft. Televízió, tablettek, mobiltelefonok, számítástechnikai kiegészítők, kávékapszulák, mosógépek, ruhaszárítógépek, hűtő- és fagyasztógépek, gáz- és kombinált tűzhelyek, kis háztartási gépek nagy választékban. Színben, méretben, formában nálunk olyat talál, amilyet csak akar, és minden mást, ami műszaki cikk. Keresse Hajdúnanás legnagyobb műszaki szakáruházát a Széchenyi körút 36 szám alatt. Kedves nézőink, most a sportvilágába kalauzoljuk el önöket, mégpedig egy olyan világba, ami ha nem is ismeretlen a számunkra, de talán a hajdunállási televízió képernyőjén, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, vagy még talán sohasem láthatták. A Skanderről beszélgetünk, Hernyák Imre a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásunkat, és megosztod velünk az élményeidet. Köszönjük szépen, hogy itt vagy a stúdióban. Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Üdvözlöm a kedves nézőket. A legutóbbi világkupán elhoztál egy első helyet, elhoztál egy második helyet is, jobb kézzel és bal kézzel is versenyeztél. Mit lehet elmondani a mostani eredményeidről? Hát igazából azt terveztem, hogy mind a két kezemmel első leszek. Ez igazából nem jött össze, általában bal kézzel szoktam jobban szerepelni, most kivételesen a jobb kezem lett jobb, és kicsit elkeseredtem, miután a balkezes versenyt ugye úgymond elvesztettem. Ezt egy olyan tragédiának fogtam fel, mert a tavalyi évben, vagyis hát a tavaly előtti évben, tehát 2014-ben pont ezt nyertem meg bal kézzel, jobban akkor második lettem, most pedig pont fordítva sikerült, úgy mentem oda, hogy na most bal kézzel megnyerem. Aztán jobb kézzel jött össze. De ugye lementek a balkezes versenyek, utána jött a jobbkezes, a jobbkéznél úgy álltam oda, hogy na most itt aranyat kell hoznom. Ahogyan mondtad, elég hosszú út van már mögötted, amit ebben a sportban megtettél, de elég hektikus volt ez a dolog, mert hol foglalkoztál vele, hol kevésbé foglalkoztál vele, hol egyáltalán nem foglalkoztál vele, és azért is kezdtem ezzel a világkupa versennyel, hogy elmondjuk, hogy első és második helyet értél el, hogy ezzel is azt mutassuk, hogy most jelen pillanatban nagyon-nagyon jó formában vagy, nagyon szép eredményeket, jó eredményeket szállítasz. Na de hát hogy jött neked ez az egész szkanderezés? Honnan indultál? Hát én gyerekkori álom volt. Tehát ilyen óvodás szintű koromban, 5-6 éves lehettem, láttam a Túl a csúcson, Sylvester Stallone-val, aztán nagyon meghatott ez az egész, úgy gondoltam, hogy belefogok én is. Persze ez a későbbiek során így általános iskolában alsó tagozatban, felső tagozatban szkanderozgattunk, szóval mindig kiemelkedtem belőle,
későbbiek folyamán pedig arra gondoltam, ugye tinédzser fejjel mindenki elkezd edzeni, konditerembe járni, elkezdtem én is edzeni, nézegettem ilyen szkanderos videókat, láttam, hogy komoly versenyek vannak ebben. Próbáltam speciális gyakorlatokat csinálni, tehát minél jobban megerősítenem az alkaromat, felkaromat, a csuklómat, hozzá fogásomat. Aztán egy focisuli vállon összefutottam egy olyan emberkével, aki már ebbe a sportba kiemelkedő volt, tehát országos harmadik helyzet volt. Mondta nekem, hogy ne menjünk egyet, hát mondtam, de. Nyomt. De te nem tudtad, hogy kivel szkanderezol akkor? Nem tudtam. Azt hittem, hogy egy átlagos figura. Nyomtunk egyet, lenyomom, nagy nehezen igaz, de lenyomtam, akkor voltam 17 éves, ő volt olyan 34-35, tehát majdnem, hogy duplám. Mondja, az igen, azt mondja, hány éves is, vagy mondom, 17. Hát 17 éves létedre jó erő van benned. Na nyomjunk még egyet, azt mondja, ha gyorsan rajtolok, nem tudsz lenyomni. Nyomtunk még kettőt, akkor ő nyert. Na akkor nagyon ideges lettem, mondom, nyomjunk még egyet. Na akkor lenyomtam, mondom, lesz még döntő, azt mondja, most már nem akar. Így az kettő-kettővel elváltunk, akkor mondta nekem, hogy a országosan már volt harmadik helyzet. Mondta, hogy jó lenne, ha ezzel elkezdenék komolyabban is foglalkozni, mert bennem van a lehetőség. Eddig a szintig gyakorlatilag csak amatőr voltál, tehát ahogy te mondtad, barátokkal, haverokkal, edzőtársakkal, vagy akivel így összetalálkoztál és szívesen szkanderezett volna, kiálltál bárkivel. Na de aztán hogy jött az a szint, amikor már tovább léptél és gyakorlatilag eljutottál az első versenyedig? Pont ez a meccs, úgymond a focisuli bálon, ezt hozta meg nekem az első lökés, hogy mondta, hogy fogjak bele ebbe a szkanderba. Interneten rákerestem, hogy mikor vannak ilyen versenyek. Különböző oldalakon beszélgettem szkanderosokkal, mondták, hogy ők is mennek. Úgy gondoltam, hogy megpróbálom én is. Elmentem, juniorként harmadik lettem, itt voltam 17 éves. Harmadik lettem juniorba, bal kézzel és jobb kézzel egyaránt. Aztán nyomtam a felnőttekkel is. Láttam, hogy a felnőtt szkanderosoknál, tehát akik ilyen 20 éve szkanderoztak, azok ellen még úgy nem tudtam labdába rúgni. Gondoltam, hogy majd később megint foglalkozok vele. Utána volt ugye nekem kihagyásom, tehát 17 évesen abba hagytam. Utána csak tényleg amatőr szinten, akivel összefutottam konditerembe, stb. Szórakozó helyekre azért jártam, hogy szkanderozzak, tehát ilyen helyeken nyomtam az emberekkel, ugye már úgy valamennyire ugye így helybe ismertek is, tehát jöttek, tudták, hogyha jön hernyák, akkor lesz szkander, úgymond, mindig fogadni akartak, fogadni sose fogadtam, tehát pénzbe sose fogadtam, meg semmibe se, mondtam, hogy nem fogadok szkanderbe, meg pláne nem, pedig hát ugye abban lett volna a legtöbb esélyem, hogy nyerjek, de nem fogadtam. Aztán Debrecenben összefutottam így egyetemi kapcsolatok kapcsán egy Európa-bajnokkal, aki korábban Európa-bajnok volt, kisebb súlycsoportban, mint én. Összehoztak vele csoporttársak, hogy na Imre, őt nyomd le, hát nem biztos, hogy le fogod nyomni. De addig is edzettél, tehát persze, ezért trenírosztad magad, persze. Versenyekre nem jártál, hivatalosan egyáltalán nem versenyeztél, de azért versenyeztem. Benne voltál. Persze, csak edzettem. Csak otthon edzettem, esetleg, hogyha volt olyan, aki máj napig is szoktam mondani, hogy akinek van kedve, jöjjön szkanderozni, de mára már azt kizártam, tehát ha elmegyek valahova, már nem szkanderozok senkivel, de szokták mondani, hogy akarnának szkanderozni, és mondtam nekik, hogy jó, beszéljük meg, van szkanderasztalom, megmutatom a szabályokat, gyere, nyomjunk. Aztán ezzel az Európa-bajnokkal Debrecenben nyomtam, aztán csalódás volt neki, mert én nyertem. Mondjuk én nagyobb súlyban voltam, tehát volt 100 kiló, én voltam 115 körül, szóval volt egy kis súlycsoportbeli eltérés, de én nyertem. Megadott egy debreceni, szintén szkanderosnak a telefonszámát, elérhetőségét. Őt a későbbiek folyamán felkerestem, az ő neve Macz István. Világbajnoki harmadik helyzet is volt mindkét kézzel. Máj napig Masters-be, tehát a 40 év fölötti kategóriába ő a világon az egyik legjobb szkanderos, és máj napig vele is edzek. Tehát és milyen volt a folytatásod? Tehát vele elkezdted az edzést, és akkor nyilván megint megnyílt előtted az út és a lehetőség arra, hogy akkor hivatalosan is versenyezés részt vegyél versenyeken. Hát az úgy nézett ki, hogy 2013. október 10-valahanyadikán kerestem fel,
és novemberében volt egy ilyen évadzáró kis országos bajnokság, arra elmentünk, mindkét kézzel második lettem. Tehát úgymond jól kezdődött a karrier szintén. És aztán utána, hiszen hoztál nekünk számtalan érmet, kupát, más egyéb dolgot is, nagyon sok mindent nem is tettünk ide ki, amit most látnak a kedves nézők, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon sok díjat elértél már, bezsebeltél már azóta. Milyen versenyeken vettél részt? Közvetlenül ezután, a verseny után inkább a nemzetköziekkel folytatnám. Voltam egy világkupán Szlovákiában, ott harmadik lettem, csak is jobb kézzel indultam. 11 ország 184-5 versenyzőjéből lettem a harmadik. Persze ugye voltak súlycsoportok, az én kategóriámban összesen olyan 10-en indultunk. Általában úgy szokott kinézni, hogy ilyen, az a vicc, ami poén az egészbe, hogy azt hinnék, hogy a nagy súlycsoport rosszabb, viszont abban kevesebben vannak. A legnépesebb mezőny a 75-85 kiló. Ott a legnehezebb érvényesülni, világbajnokságon, hogy 40-50 versenyző is indul. 40-50-ből azért, ha úgy sorsolnak össze, hogy pont egy volt világbajnokkal, ott még sokszor a magyar legjobbak ilyen 30. helyen végeznek, pedig amúgy, ha mindenkivel nyomtak volna, akkor lehet, hogy 10. lett volna, vagy 5. Mit lehet elmondani magáról, erről a sportról? És nagyon fontos itt azt mondanunk most, hogy ugye egy sportról, egy sportágról beszélgetünk, mert ahogy te mondtad, sokan talán úgy képzelik el a Szkandert, hogy na, a kocsmákban lehet egymással erősködni, és akkor kinyer, lenyomjuk egymást, és szkanderozunk egyet. Viszont ahogyan már nekem a beszélgetésünk előtt elmondtad, azért ennek nagyon komoly szabályrendszere van, nagyon komoly versenyeket vívtok egymással, ahogy te mondtad, hát hány ország, hány versenyzője közül sikerült a harmadik helyet megszerezned, és ez mekkora érték. Tehát nagyon sokan, nagyon sok országban mívelik ezt a sportot. Ha össze akarjuk foglalni, hogy lehet elmondani, hogyan néz ki ez a sportág? Igazából a elvileg a római birodalomtól kezdve már ez a Szkander benne volt az emberiség történelmében, akkoriban például ezzel döntötték el, hogy ki lesz a hadvezér, valamint több történet is van, hogy az ír ivókba, valamint az ír költők is bejártak ugye megbeszélni verseiket, stb., aztán mellette szkanderozgattak, tehát ez egy hobbi is volt nekik, valamint igazából Amerikában alapult meg 1967-ben a Szkander Világszövetség, tehát Amerika kezdeményezte meg ezt leginkább, hogy sporttá emeljék a Szkandert. Magyarországon a 80-as évek végére tehető, tehát mondjuk a túl a csúcson 87-es volt, tehát ott körül lett igazán népszerű, meg ahogy hallottam is, annak idején már a 80-as években a presszókban szkanderasztalok voltak, hallottam ilyen híreket, tehát így Magyarországon is már az népszerű lett a túl a csúcson kapcsán. Azt említetted már, hogy ugye űzik férfiak, nők, jobb kézzel, bal kézzel, különböző kategóriák vannak. Ezek hogyan épülnek fel egészen pontosan? Tehát a versenyeken milyen kategóriák vannak, hogyan versenyeznek egymással, hogyan néz ki egy-egy versenysorozat, mit lehet erről elmondani? A versenyeken vannak külön nők, férfiak, tehát nemi felbontás van, vannak korcsoportok, tehát általában van a serdülővel kezdődik, de néha van olyan verseny, ahol már teljes a tiniknek is nyújtanak lehetőséget, tehát itt 12 éves kortól 14 éves korig, utána van a serdülő 14-től 16-ig, utána van a junior, ami 16-tól 18-ig tart, viszont van olyan is, hogy junior 21, de az már csak a komolyabb versenyeken szokott lenni, tehát Magyarországon a nemzeti bajnokságon, valamint ugye Európa-bajnokság, világkupákon, világbajnokságokon, valamint ugye ezeknél mindegyiknél vannak súlycsoportok, valamint vannak nők is, a nőknél is ugyanúgy van súlycsoport, persze ők kevesebben vannak, ott kisebb felosztásban vannak, tehát ott van egy, mondjuk úgy tudom, hogy országosan a 65 kg a súlycsoport, 65 alatti feletti ennyi a felosztásuk, valamint van Masters kategória, tehát a 40 év fölötti nőknek van külön egy kategóriájuk, ott szintén két súlycsoportban vannak bontva, valamint vannak ugye a seniorok, a senior férfik, ott pedig 65 kilótól indul el, és 10 kilósával felfele megy, 95-nél, esetleg 105-nél szoktak a magyar versenyeken súlyhatárt húzni. A nemzeti bajnokságon például, valamint a Judgment Day-en, ami a legnevezetesebb magyar verseny
ez a kettő. Ott van külön 105 kilós súlycsoportos kategória is, viszont a többi országos bajnokságon a 95 a legnagyobb. Valamint van külön verseny mozgássérülteknek, náluk úgy tudom, hogy olyan 3 súlycsoport van. Tehát ott meg 90 kilónál húzzák meg a határt, és 90 plusz az a legnagyobb. Ott már nem számít, hogy 90-től mennyivel több. Mit lehet elmondani a szabályrendszerről? Mert azt is mondtad már nekem, hogy hát nyilván az egyszerű hétköznapi ember fejében, mint amilyen én is vagyok, ugye úgy formálódik meg a kép, hogy na akkor, ha két ember szkanderezik, akkor amíg nem koppan az asztalon az egyiknek a keze, gyakorlatilag addig tart a versengés. De hát ahogy te is elmondtad már nekem, hogy itt szkander asztal van, ki van párnázva, megvannak a szabályok, mit kell tudni, hogyan zajlik a verseny? Hát egy asztal olyan 105 cm magas, egy szabványszkander asztal. Ugye van álló meg ülő asztal is. Az álló asztal 105 cm magas körülbelül, 10 cm-szer 10 cm-s kis könyöklők vannak rajta, ami olyan 3 cm magas, valamint vannak olyan párnák, amire ugye csak a párnáig kell lenyomni a szkandert, tehát nem asztal alapig kell, meg nem az, hogy csuklód még be van hajtva, stb., mint mondjuk szórakozó helyen, tehát a párna vonaláig kell lenyomni, vagy esetleg, ha a bíró berakja a kezét, és azt mondja, hogy állj, akkor vége a meccsnek. A szabályrendszerben pedig annyit, hogy van olyan 7-8 alapszabály, tehát van a könyöklő. A könyöklőt azt sose lehet elhagyni, tehát nem emelkedhet fel a könyök, valamint nem is csúszhat le róla. Ugye, amit mondtam, hogy meddig kell lenyomni, tehát a párna vonalánál, vagy az a lényeg, hogy ha lent van a vonalnál is, de a bíró még nem szól, nem úgy látja, akkor az még, annak még nincsen vége. Tehát a bírónak a szavát egyértelműen meg kell várni, mert hogyha nem, akkor esetleg elengedi a versenyző, visszahúzzák, és akkor a másik nyer. Valamint van egy kapaszkodó, a kapaszkodót azt mindegy, hogy két ujja vagy teljes tenyérrel, azt mindig fogni kell, azt nem szabad sose elengedni. Valamint a lábunkat, az egyik lábat, azt mindig a földhöz kell, hogy érjen, a másik láb az felemelkedhet, ki hogy szokta csinálni, vannak különböző technikák lábbal is, lehet például a felsőtestet segíteni, de alapjában véve a felsőtestnek a súlya, amit aktívan lehet, tehát a szkanderba dőlünk testtel el. Tehát nem úgy néz ki, hogy csak karbolna, és akkor kinek milyen erős a karja, ott súlyos sérülések is lehetnek benne. Hát igen, mert általánosságban, amikor ilyen hobbi szinten megy a szkanderezés, akkor mindig az van, hogy na akkor az egyik kezét azt tegye hátra, nehogy megfogja az asztallapot, nem lehet csuklózni, nem csinálhatom ezt, nem csinálhatom azt, de hát te ezt megcáfoltad, tehát gyakorlatilag nálatok úgy néz ki a dolog, hogy bevetheted a teljes energiádat, amit csak bele tudsz vinni mindenféleképpen ebbe a dologba. Hát igazából pont az egész szkander szerintem, véleményem szerint a csuklóról szól, a fogásról, valamint, hogy milyen erősen bír az ember így tartani, milyen erősen bírja magához húzni a kezét. Tehát beteszed az asztalra a kezed, és akkor egyszerűen csak húzod magad fele, a csuklóját betöröd és dőlsz el vele. Tehát az egész kanner ennyi, versenyszinten. Említetted, hogy nagyon fontos a bírói vezényszó, illetve hogy a bíró mikor mondja azt, hogy vége van a versenynek. Nálatok van olyan, hogy döntetlen? Vagy valakinek mindenféleképpen nyerni kell, és addig zajlik egy küzdelem, amíg el nem dől, hogy ki az, aki a másikat le tudja nyomni? Nincs, hogy döntetlen, akkor nyomnak többször. Aha. Olyan nincs, hogy döntetlen, mert olyan szokott lenni, hogy felemelkedik. Tehát helyzet nem alakulhat ki, amikor se ide, se oda? Tehát előbb-utóbb úgyis el fog dőlni? Előbb-utóbb el fog dőlni. Azért az, majd látszanak a videókon is például, hogy általában ezek a szkandermeccsek gyorsan lemennek. Tehát 10 másodperc az már nagyon hosszú. Általában egy 5 másodperc szokott lenni, maximum, de sokszor ilyen 2-3 másodperc egy szkandermeccs, tehát nagyon gyorsan lemennek. Az nagyon ritka, akkor általában két nagyon egyforma versenyzőt fognak ki, de ez tényleg ilyen nagyon kicsi számban megy, hogyha hosszan menne egy szkandermeccs. Általában ami eldönti ezeket, hogyha két egyforma van, és egyszerűen nem bírnak egymásra, hogy próbálna egy kicsit csalni. Az ember akarva, akaratlanul is csalna. Egyszerűen próbálná könyökével még segíteni, akkor hirtelen felemeli falt, és akkor már kap egy faltot. Az a sárga lap a szkanderba. És hogyha két faltja van, piros lap, akkor kapásból az ellenfél nyert. Tehát ezekre érdemes vigyázni. Tényleg egy meccsen általában két bíró van, külföldi komolyabb versenyeken általában 4 bíró is ott van. Tehát figyeli, egyik bíró mondjuk csak a lábát figyeli a versenyzőknek, hogy nem hagyja el a talajt.
Abból, amit elmondasz, számomra azt tűnik ki, hogy itt nagyon-nagyon fontos a felkészülés is. Tehát nem elég az, hogy valaki erős, jókötésű ember legyen, hanem nyilván itt tudatosan kell készülni egyrészt fizikailag is, másrészt nyilván hát technikailag is, mert nyilván már az is nagyon sokat számít, hogy amint a rajtjelet megkapjátok, ki a gyorsabb. Igen, hát körülbelül 50% erő, 25% gyorsaság és 25% technika. Tehát nagyon fontos az, hogy ki hogy kapja el a rajtot. Tudok olyan versenyzőt, akiről nem mondanád meg, hogy erős, egyszerűen nem is látszik rajta, hogy nagyon erős, de olyan gyors, meg egyszerűen olyan erős a fogása, 75 kilós, hogy egyszerűen a 105 kilósokat is megválogatná. Akkor, ahogy elmondtad, maga a verseny az nagyon gyorsan megtörténik? Vagy te magad is inkább az ilyen gyorsabb lebonyolítás? Hát igazából, tehát vannak olyan versenyzők, akik 3-4 kategóriába is képesek elindulni, tehát egy kézzel indul mondjuk 3 kategóriába, ami azt jelenti, hogy ha mind a 4 kategóriában mondjuk csak 10 ember indul, akkor kell legalább vagy 20 emberrel nyomnia körülbelül, és mondjuk ha 20 emberrel kell nyomnia, akkor nem hagyhatja azt, hogy tudod, egy emberre már kikészítse magát. Tehát itt minél gyorsabban el kell dönteni, mert később is lesz meccs, a döntő később lesz, és akkor csak neked kellene nyerni. Tehát mindenkinek az a cél, hogy nyerjen. Említetted, hogy 2013 óta megint aktívan részt veszel a versenyeken, és igyekszel bekapcsolódni minél inkább a sport legmélyebb bugyraiba is. A 2015-ös esztendőd milyen volt? Hogy zajlott az elmúlt év? Igazából a 2015-ös esztendőm volt, ami úgy meghozta a sikert számomra. Tehát volt a nemzeti bajnokság. A nemzeti bajnokságra már úgy mentem, hogy nyernem kell. Akkor kijutok az Európa bajnokságra. Erről nem is álmodoztam volna, hogy idén, vagyis hát tavaly már Európa-bajnokságra jutok. Ugye a nemzeti bajnokságon nyertem, kijutottam az Európa-bajnokságra. Az Európa-bajnokságra úgy mentem ki, hogy szeretnék az első ötbe bekerülni, esetleg egy dobogónak nagyon örülnék, úgy mentem ki. Hát ez olyan jól sikerült, hogy bal kézzel veretlenül lettem első, tehát egyetlen egy vesztes meccsem sem volt, mindegyiket egyből nyertem, egy faltom semmi nem volt. Jobb kézzel pedig a 8-szoros világbajnokkal döntőztem, akivel hosszú meccsel, de megvert, de úgy vagyok vele, hogy 8-szoros világbajnok volt, 40-valahány éves, még előttem a jövő, úgyhogy jövőre talán jobb leszek. Még akár rajta is revansót tudsz venni. Igen, igen. Itt ugye említettem az előbb, hogy ki vannak rakva kupáid, érmeid, és nem is tudtunk mindent kirakni, ugye olyan sok mindent elhoztál magaddal. Mik a legkedvesebbek, vagy a legértékesebbek számodra ezek közül? Igazából mindegyik, ami nemzetközi, meg a mi nemzeti bajnokság. Tehát a nemzeti bajnokság, azt úgy is mondjuk mi szkanderesek, hogy nemzeti döntő. Tehát ott dől el, hogy ki a országos bajnokok közt valóban a legjobb. Tehát oda mindenki oda készül be a legjobban. Aki ott a bajnok, az Magyarországon a legjobb. Aztán a nemzeti bajnoki aranyérmeken túl a világkupás díjaim, tehát nyertem először Szlovákiába, ott harmadik lettem kezdőként jobbkézzel, valamint voltam Budapesten világkupán, ott először balkézzel nyertem 2014-ben, jobbkézzel második lettem, majd 2015-ben pedig pont megcáfoltam a sorsot, jobbkézzel lettem első, balkézzel pedig második, de pedig úgy mentem, hogy na most mindkét kézzel első leszek, ide ezzel is szeretném megköszönni a Hajdúnánási Városi Önkormányzatnak. Úgy mentem, hogy támogattak, tehát táplálékkiegészítőkkel, stb. Elő tudtam magamnak állni. Ugye még egyetemi tanulmányomért folytatom, tehát úgymond csak deficit nekem ez a szkander, de nem is, tehát én nem megélhetésnek csinálom, hanem ez nálam ilyen szenvedély. Tehát én a későbbiekben is úgy vagyok ezzel a szkanderrel, hogy szeretném csinálni, de nem én sportoló akarok megélni. Ugye nagyon sok sportágnál lehet azt látni, hogy az egy dolog, hogy nagyon nagy áldozatokat hoznak a sportolók azért, hogy sikeresek legyenek, de hát nagyon sokat is kell belefetszölni, akár mondjuk anyagilag is, hogy lehessen azt jól csinálni, és lehessen magas színvonalon űzni.
Nálatok a Skandernél mennyire dominál ez? Most említetted itt például a táplálékkiegészítőket. Nálatok is azért sokat kell beletenni, ha az ember sikeres akar lenni? Hát igazából a konditerem, az utazgatás, ezek, ami úgy nagyobb összegek. Persze otthon is rendelkezek olyan dolgokkal, amikkel otthon is tudok készülni, tehát nem muszáj konditerembe mennem. Otthon is tudok, speciális fogantyúim vannak már, speciális gyakorlatokat végzek, tehát ezek a legfontosabbak. De persze konditerembe szoktam járni, főleg az edzőmmel, mesteremmel, Debrecenbe szoktunk általában járni, valamint vele együtt edzek. Tehát ezek a legfontosabbak, olyan heti egy asztalozás, ami nagyon fontos, tehát amikor kimondottan partnerrel kell asztalozni, ilyenkor mondjuk jó, hogyha van még több új figura, akivel lehet esetleg edzeni. Tehát az mindig jó, minél több kezet fogsz, minél több mindenki máshogy fog, annál jobban fel tudsz készülni, hogy milyen lesz az ellenfeled. Igen, mert ezt mondtad is, hogy minden ellenfél más és más, és gyakorlatilag, mint mondjuk egy futballban, ahol kielemzik majd a a lehetséges ellenfélnek a játékát, különböző videókat nézegetnek, hát gyakorlatilag ti is így készültök az egymás elleni versenyekre. Minden versenyzőből külön-külön igyekszel felkészülni mindig? Nem, hanem a komolyabb versenyzőkre, tehát a országos bajnokságon is mondjuk nézem az első kettőt, hármat, főleg azt kell nézni, meg ugye mindig van az, hogy zárkóznak fel a középmezőnyösök. Tehát a középmezőnyösökkel, mondjuk egy 2015-ös középmezőnyösökkel már számolni kell a 2016-os versenyeken, mert azok általában már felzárkóznak. Hogyan néz ki a ti világotok? Tehát valamilyen szervezetbe, valamilyen módon egyesületbe tömörültök? Tehát hogy néz ki a rendszer? Hogyan épül föl Magyarországon? Én a Budapesti Paulus Fitness Egyesületnél vagyok. Ebben van a Magyar Skander Szövetség elnöke is, aki Csabai Attila, aki a Világ Skander Szövetségnek az alelnöke. Ebben körülbelül 40-50-en vagyunk, tehát ez egy elég nagy klub, de itt legközelebb Szolnokon is van, vannak sárosdiak, vannak győriek, stb. Szóval van az országban, hogy körülbelül 10 egyesület. Mik a céljaid a 2016-os esztendőt nézve, és hát magának ennek az egész sportágnak te hogyan látod a jövőjét? 2016-ban szeretnék a világbajnokságra eljutni, ez a fő célom, ez most Bulgáriában lesz, valamint az Európa bajnokságra szeretnék ismét eljutni, most szeretnék még jobban szerepelni. Hát a világbajnokságon pedig nem teszem túl magasra a mércét, megpróbálnék az első ötbe, de jó lenne egy dobogós hely, legalább egy dobogós hely, annak nagyon örülnék. Itt Hajtudáláson, ugye említetted a beszélgetésünk elején, hogy amikor csak úgy hobbiból szkandereztél, mondtad, hogy na az a buli, ahova megérkezett Hernyák, ott biztos, hogy lesz szkander is. Tehát gyakorlatilag ugye ez is azt mutatja, hogy azért jelen van és volt ez a városban mindig is, hogy így egymás között haverok elszkanderezgattak, de gyakorlatilag mennyire van jelen Hajdunáláson? Te ilyen fehér holló vagy, tehát ilyen egyedüli vagy ezzel a történettel, vagy mások is űzik ezt Hajdunáláson? Hát most igazából vannak tanítványaim, akik úgy megfordulnak nálam. Volt egy tanítványom, aki Mészáros Zoltán a neve, rendszeresen jár versenyezni, azóta is országos bajnokságokra, eleinte amatőr versenyeket nyert, tehát ő szépen szerepelt, mai napig versenyzik, ő tudnám úgy kiemelni, valamint van Mirko Norbert. Hajdúszoboszlón voltunk országos kamionos találkozón, ott a 80 kiló alatti súlycsoportban első helyezést nyert jobb kézzel, tehát ő is elég jól szerepelt. Valamint volt még egy, aki volt velünk, Pályeszki Gábor, ő például Debrecenben volt a Grand Casinóban egy amatőr szkanderverseny, ő harmadik lett, valamint motoros találkozókon általában ő meg szokta nyerni, esetleg második. Tehát jobb meg bal kézzel egyaránt, de ők úgy félvára veszik ezt a szkandert. Akit úgy kiemelnék, ő Mészáros Zoli, ő tényleg csak azt sajnálom, hogy felköltözött Pestre, ő amúgy nánási születésű volt, 33-34 éves, tehát ő vele tudtam a legjobbakat edzeni így helybe, csak sajnos elköltözött. Úgyhogy
Hát esetleg várom jelenkezőket, akiket érkel. Szkandinasztal. Ezt akartam is kérdezni, hogy hogy látod az utánpótlást? Tehát mennyire vannak meg azok a fiatalok, akik majd jönnek utánatok? Ugye te is nagyon-nagyon fiatal vagy még, tehát előtted azért még nagyon hosszú évek vannak, amit végigversenyezhetsz. Na de hát nyilván fontos az, hogy mindig legyenek újak, akik belépnek. Hát igazából érdekes ezzel foglalkozni, főleg ilyen 15-16 éves kortól, tehát azért én nagyon fiatalon nem érdemes szerintem belebonyolódni, a nagyok is azt mondják, hogy ilyen mondjuk mindig karatét, hogy ilyen 6-7 éves fejjel érdemes elkezdeni, meg egy focit is akár kiskorban, aki elkezdi, abból lesznek a profik, vagy Schumachert, ha veszük, ő is milyen hamar már gokártozott, nem, itt nem érdemes, tehát meg kell várni, míg az inakinszalagok megerősödnek, mert komoly sérülés veszélyek vannak azért, ugye a csontok szilárdsága, stb. Komoly erőnek vannak kitéve a versenyzők. Tehát egy ilyen 15-16 éves kortól érdemes vele foglalkozni, aki egész jó kötésű, jók az adottságai, tehát hosszú a keze, hosszú az ujjai, esetleg jó vastag karja van, erős, vastag a csuklója, azoknak érdemes vele foglalkozni, későbbiekben belőlük válhat nagy szkanderes. Valamint a Magyar Szkander Szövetség most szervezi az utánpótlás programját, tehát itt nánáson is, akár akit komolyabban érdekel, vagy akár az egyik iskolába összegyűlnének az emberek, mondjuk egy középiskolába is, mondjuk összeszedni a nánáson, akiket úgy érdekel a szkander, egy külön szkanderórát vállal a Magyar Szkander Szövetség utánpótlás program. Tehát akkor gondolom, ez ilyen bemutató óra, meg bemutató, valamint egy kis bajnokságot esetleg rendeznek nekik. Megmutatják a szabályokat, stb. Neked, hogyha előre tekintesz, mi a célod ezzel, illetve hogy látod, ez a sportág hova juthat el szerinted a jövőben? Én szeretnék világbajnok lenni minden áron. Persze szeretném elérni azt a szintet, mint a nagyok is, hogy vannak nekem is példaképeim, tehát a példaképeimhez képest még én sehol nem vagyok. Tehát még van bőven hova fejlődnöm, azt a szintet el szeretném érni. Tehát mikor beírnátok YouTube-on a nevem, és akkor mondjuk kiadna 50-60 videót, azt a szintet akarom elérni. Mikor már profi világkupa, mint egy boxmeccsen, hogy több ezer néző, Amerikába így megy. Tehát Amerikába, Angliába, Ánvor szériák vannak. Tehát régebben a Eurosporton mentek is ezek a meccsek, este 10 órától, hogy a profi vendette a meccsek, stb. Tehát akik már tényleg profik, azok már nem is járnak ilyen versenyekre. Tehát az a lényege, hogy itt ilyen szintek vannak. Nehéz azt a szintet elérni, hogy országos bajnok legyen, onnan meg megindul. Tehát ha országos bajnok vagy, onnantól kezdve meg tudsz indulni, mész nemzetközi versenyekre, azokat is megnyered. Utána van ugye a Európa bajnokság, világbajnokság, ha azon már jól szerepelsz, vagy mondjuk már többször megnyerted, akkor érdemes elgondolkozni a profi világkupákon, mert igazából azok a mérvadók, aki azt megnyeri, vagy azokon már szerepel, azokat jegyzik a legjobban a szkanderba. Tehát nem a világbajnok a legnagyobb szkanderba. Tehát még onnan is van. Még onnan is van túl. Tehát igazából a világon jelenleg a legjobb szkanderos az Andrei Puskár, egy ukrán születésű, manapság Oroszországban élő fiatal ember, úgymond, mert tőle még nincs 10 évvel idősebb, és ő például már nem is jár világbajnokságra. Volt világbajnok, de ő már attól sokkal fentebb van. Hát én azt kívánom, és mi azt kívánjuk neked, hogy érd el a céljaidat, meg hát azt is, hogy ne csak a YouTube-on találkozzunk veled, hanem legközelebb is, akár mondjuk itt a Hajdúnenesi Televízió stúdiójában is. Elköltözni is akarok, úgyhogy. És még utca. Ilyen szép fényes érmeket és kupákat hozzál nagyon sokat, és akkor lesz miről beszélgetnünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívásunkat, és megosztottad az élményeidet velünk. Köszönöm.